A Csongrád-Csanád megyei nyomozók 2020 őszén a terrorelhárítási központ munkatársaival együttműködve tartottak kutatást egy újszentiváni férfi házában, mert olyan információik voltak, hogy ott engedély nélküli lőfegyvereket tart. A helyszínen éles lőfegyverek helyett hatástalanított hadifegyvereket találtak, ám a rendőröknek több olyan tárgy is feltűnt, amelyeknek múzeumban lenne a helye, ezért azokat a helyszínen lefoglalták, a tárgyakról megállapították, hogy a Dunántúl északkeleti részéről, egy lopásból származnak, keletkezésük a 13. század eleje és a 18. század közé tehető, a régészeti leletnek minősülő kövek, eszmei értéke több mint 2,5 millió forint, múzeumban indokolt elhelyezni őket, a férfit a Csongrád-Csanád megyei rendőrfőkapitányság nyomozói pénzmosás büntet megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki gyanúsítottként. A rendőrök a szükséges eljárási cselekményeket elvégezték, az iratokat vádemelési javaslattal megküldték az illetékes ügyészségnek.